mentoráltak 2014-2015. A Kiválóságok Klubja egyik mentorátja Panai Sára mezzoszoprán énekművész. Sára egész gyerekkorát valódi komoly zenei közegben tölthette, hiszen anyai ágon családja szinte minden tagja az operaház művésze. Ennek ellenére szülei részéről nem volt elvárás, hogy ő maga is a zenei pálya felé orientálódjon. Semmilyen családi nyomás nem volt arra nézve, hogy én zenész legyek, vagy egyáltalán zenét tanuljak. Ezt én akartam. Tehát én tudom, hogy én óvodás korom óta valamiért énekelni szeretnék. Énekeltem is folyamatosan, ami egyébként rettenetes lehetett a családnak, a testvéreimnek és a szüleimnek, hogy itt van egy gyerek, akinek be nem áll a szája, és folyton elénekelne egy dalt. Édesanyám és az ő családja, akik zenészek, mind szerelmesek a szakmájukba, tehát pontosan tudják azt, hogy mit jelent az, hogy valaki ezt szereti és kész. Sára az általános iskola befejezése után a Szent István Zeneművészeti Iskolába járt, szolfézs és hangtechnika szakra. Innen a Zeneakadémiára felvételizett, ahol karvezetés szakon végzett. Énekdiplomáját a Győri Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti Intézetében szerezte. Azóta számtalan kurzuson vett részt a világ különböző pontjain, mestere Ónodi Márta. Aki zenei pályán mozog, illetve zenei tanulmányokat folytat, előbb-utóbb el kell, hogy kezdjen mesterkurzusokra járni. Azért érdemes egyébként több művészhez elmenni, mert mindenki hozzá tud tenni egy picit. A Laki Krisztina, akihez elmentem, ő ugye szoprán. Gulyás Dénes tenor, az Erik Halfvarsson világhírű basszus, tehát teljesen más szemmel állnak hozzá a pályához, meg nyilván egy picit más a technikájuk. Hogyha mindenhonnan el tudsz szedni egy picit, és bele tudod építeni saját magadba, akkor abból rengeteget lehet tanulni, és nagyon sokat lehet fejlődni. Sára a Zeneművészeti Intézet elvégzése óta szabadúszóként dolgozik. Énekelt a MIPA, a MOM, a Thália Színház, valamint a Varsói Teátr Drugastrefa színpadán. Több külföldi rendezvényen szerepelt, fellépett Montreux-ben, Párizsban, Barcelonában pedig önálló estet adott. 2014-ben megosztott első díjat kapott a Lavmirsky nemzetközi énekversenyen. Nagyon szimpatikus énekesnőnek ismertem meg. Sáriról tudni kell, hogy nagyon felkészült, hihetetlenül agilis. Rendkívüli energiákkal dolgozik, mindent belead, amikor ő énekel. A Kiválóságok Klubja mentori programjába Sára Békés Itala ajánlásával került be, aki mentoraként és színészmesterség tanárként is foglalkozik vele. Akkor vettem észre, amikor a Pintér Galériába kaptam egy meghívót, ami nagyon érdekes volt, mert a meghívón volt egy bakancs, meg egy tűsarkú cipő, és a Sára elkezdett énekelni valami gyönyörű, bársonyos hangon, és arra felfigyeltem nagyon, és akkor megkerestem őt az öltözőjébe utána, és gratuláció helyett azt mondtam neki, hogy ha van kedve, akkor szívesen fogadom növendéknek. Próbálok ezzel a szakmával nem csak az éneklés szintjén, de a színész oldaláról is foglalkozni, tehát hogy egy-egy karaktert, akár csak egy ária erejéig meg tudjak úgy valósítani, ahogy ezt egy színpadi színészt megcsinálná. Többször hallottam őt koncerten énekelni, és én magam is dolgoztam vele, nem egyszer. Egy kész művész, aki mindennel rendelkezik, amire szükség van, fiatal énekesnőnek. Szép hangja van, kifejezési készsége és muzikalitása. Remélem, hogy befutja a pályán azt, amit megérdemel a képességei révén. Jelen pillanatban fejlődni szeretnék. Egy olyan alkotó közegben, ahol ez tényleg megtörténhet zeneileg és színészileg egyaránt. Hosszabb távon azt álmodom magamnak, hogy meg tudjak élni az éneklésből. Tehát, hogy ez egy kis színháznál, egy kis társulat tagjaként van-e, vagy ugyanígy szabadúszóként ide-oda járkálva, nekem teljesen mindegy. Csak azt csinálhassam, amit szeretek, és ezzel ráadásul lehetőleg örömet okozhassak másoknak.